Mint Szenád Mahmutovics mezőgazdasági államtitkár kifejtette, a január végén elfogadott törvény értelmében hozták meg azt a kiegészítő szabályzatot, amely az idei mezőgazdasági és falufejlesztési támogatások összegét, továbbá kifizetés feltételeit, módját és idejét körvonalazza. A parasztember akkor elégedett, ha tudja előre pontosan mi vár rá, és mekkora állami támogatásra számíthat. Abban reménykedünk, hogy ezek az új intézkedések átláthatóak lesznek, és hogy a minisztérium már május végén vagy június elején megkezdi a bejelentett térítések kifizetését. Először, hogy a támogatások mezőgazdasági meg a vidékfejlesztési kapcsolatban, hogy könnyebben, meg jobban tudjuk tervezni mezőgazdasági termelést, meg vidékfejlesztési életet. Lényeg az, hogy most májusban vagyunk, sok az le van írva, de egyszerűen más probléma ennek a dolognak, hogy sosem nincs elég pénz, vagy majdnem egyáltalán nincs pénz mezőgazdaságra, még ez a probléma, hogy most májusban vagyunk, és szépen le van írva, sok el van tervezve, de praxába meg egyszerűen lassan halad. Mahmutovics végül hozzátette, hogy erre az új törvényre a mezőgazdasági tárca igen büszke, mert a jövőben biztonságot és stabil gazdálkodási feltételeket szavatol a termelőknek, akik gazdaságaikban a jövőben merészebben tervezhetnek, bővíthetnek és fejleszthetnek.